A Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház régi sürgősségi osztálya helyén ma vadonatúj kórtermek, műtők és orvosi eszközök várják azokat a pacienseket, akiknek az egészségi állapota lehetővé teszi, hogy a fekvőbeteg ellátástól elkülönítve modern környezetben gyorsan és biztonságosan essenek át kisebb-nagyobb beavatkozásokon. Február közepe óta működik az osztályunk. A maga a terület kialakításra került ugye már korábban is, gyakorlatilag majdnem 2 éve, de nem tudtuk átadni ennek az ellátásnak, mert a Covid ellátásban is fontos szerepet fenntartottuk gyakorlatilag a kubatúrát arra az esetre, hogyha szükség lenne rá. És most már úgy érezzük, hogy mindenképpen ez jelent inkább prioritást, főleg azért, mert ezzel tudjuk a kapacitásainkat bővíteni a nem COVID beteg ellátásban is. Az úgynevezett egynapos sebészeti részlegen sebészeti, traumatológiai, ortopédiai, valamint urológiai beavatkozásokat végeznek el. De nem csak az egészségügyi feltételeknek kell megfelelniük a betegeknek, emellett fontos kitétel, hogy a paciensnek ne legyenek kísérő betegségei, illetve az is, hogy viszonylag közel lakjon a kórházhoz. Ez egy 12 ágyas fektetővel, és itt a helyszínen egy műtővel, valamint a központi műtőben még egy műtővel rendelkező egység. És a jelentősége ennek az ellátási formának az az, hogy kiemelhetők azok a betegek, a hosszasabban fekvőbeteg ellátást igénylő betegek közül, akiknek akár egy napon belül is el lehet végezni úgy a beavatkozást, hogy nyugodt szívvel haza lehet őket engedni. Az egynapos sebészeti ellátás elindítása mellett egy a stroke ellátás fejlesztését célzó nemzetközi projekt keretén belül mintegy 475 millió forint támogatásból a Józsa András Oktatókórház egy 128 szeletes CT készülékkel, egy felső kategóriás 4D kardiológiai ultrahanggal és egy hordozható digitális transzkraniális Doppler berendezéssel korszerűsödött. A Máté Szalkai Kórház pedig egy 64 detektoros CT készülékkel gyarapodott. A cserére azért volt szükség, mert mind Nyíregyházán, mind a Máté Szalkai CT készülékek már 10 évnél idősebbek, és a mai korszerű diagnosztikai kihívásoknak ezek a készülékek már nem felelnek meg, ami plusz lehetőséget jelent az eddigi vizsgálatok mellett, hogy sokkal széleskörűbben tudjuk az erek vizsgálatát végezni, ami nem invazív beavatkozás, így a betegeknek kisebb megterhelést jelent, illetve a későbbiekben tervezzük a szív ereinek vizsgálatát is. A most lecserélt régi CT berendezésekkel Máté Szalkán 2007 óta mintegy 270 ezer, Nyíregyházán pedig közel 390 ezer vizsgálatot végeztek el.